Karantén alatt sokan megpróbáltak szakállat növeszteni, de a többségük elbukott. A szakához érettség kell. Ez különbözteti meg a fiút a férfitől. Azt jelenti, hogy erős vagy, megállíthatatlan, bátor, hogy nem futamodsz meg, és hogy vállalod a tetteid következményeit. A szakáll nem nő csak úgy. Ez egy kiváltság. Nincs annál jobb érzés, mint amikor egy hosszú nap után belekortyolsz egy pohár hideg sörbe, és a hab ott marad a bajszodon. Ott maradt. Most? Most vett el, most vett el. Szakállasnak lenni jó. Azt jelenti, hogy tartozol valahol. Ez egy közösség, melynek tagjai figyelnek egymásra. Szavasz, Béla! Biztos nem hallottam. Egy biztos. Ha készen állsz rá, akkor növesz szakát. Nekem nagyon bevált. Éjjjó. Bárcsak itt lenne. Már megint itt van. Szia, kicsi. Wow, de jól nézel ki. Nem ez a pólóban született tegnap is? De cuki vagy. Rakott krumpli. Imádom. Főztél? De jó. Rakott krumpli. Megint. Nem csak ezt az egyet tudod. De édes, hogy eszik. Van egy kis tejfaszádom. Hagyj majd én. Úristen, de hangosan rág. Van valami a fogad között. Ugye nem a sorozatunkat nézed? Nem! Elmegyünk sétálni? Elmegyünk sétálni. Jöhetek? Nem. Igen, amíg most tart ez a karantén, addig hazajöttem szüleimhez. Hát el kell nekik itt a segítség, mert ők már a veszélyeztetett korosztályba esnek, úgyhogy... 48 éves vagyok. Igen. Hogy mik a feladataim? Hát sok feladatom van, kicsit mindenben próbálok segíteni. Takarításban... Ott kimaradt! Igazából bármire megkérnek, azt megcsinálom. Balázs, mit ki légy szíves a szemetet? Tessék? A szemetet. Nem hallom! Az a költözés azért elég sok lemondással jár, szóval fel kellett adni az önállóságomat. Meg amikor így együtt laksz valakivel, akkor azért elég sok kompromisszumot kell kötni. Anya! Anya! Ezt nem hiszem el, nem látod, hogy golfozom? Ez itt a gyerekkori szobám. Most itt lakom, vagyis lakunk. Barátnőm is itt van. Jó egy kicsit visszajönni, nosztalgiázni. Egy érem. Úgy látom, hogy még nem takarított. Több érmem is van. Kaptam például, tudok még mutatni gyerekkori képeket, azok lenn vannak. Anya is barátnőm veszekedne, rólam van szó. Ez természetes, láttam, hogy van köztük egy kis rivalizáció, hogy melyikük gondoskodjon róla. Vidd el innen, légy szíves, ezt már nem bírom tovább. Én? A te gyereked? Neked kéne vele csinálni valamit. Tudom, de mit? 22 éves. Nem értem, hogy lett ilyen.
Tegnap még kakaót is kellett neki csinálnom, hogy el tudjon aludni. Olyan, mint egy gyerek. Nekem mondod? Én hajnali 2-ig simogattam a hasát, mert a tejtől meg elkezdett neki fájni. Annyira kellemetlen. Hol rontottam el? Ne, megyek uzsonnázni.